Azt a képet 1989-ben fotóztam apámról, az egyik kisgéresi műtermében. Akkor olvastam róla az Újifjúságban Németh Istvántól, hogy különösen vigyáznunk kell arra, hogy Tiszai Nagymennyhért sodró nyugtalan egyénisége nehogy elsodorja őt magát, mert minden bizonnyal szegényebbek lennénk a bodrok közben az ő jelenléte nélkül. A művészeti tevékenységének központjában a festészet volt, amelynek a jellegzetessége a körvonalazott ábrázolás volt. A témája nagyon széles körű volt, portréfestészettől tájképfestészetig sokféle képe található. Szép életképeket is festett. Ezt a festményt apám rólam és a nővéremről készítette. Még az is látszik, hogy a Karcsa partján vagyunk. Soha nem felejtem el, amikor mesélt a teológiai élményeiről és a tanulmányairól, illetve prágai ottlétéről, amikor egy festő barátjánál, illetve festő barátjával lakott, és vele együtt jártak Zörzavéhoz, úgymondván meglátogatni az öreg festőt. Ugye, uram, nem fecséreltem el az életem, amikor siker és pénz helyett az útról egy bogarat felvettem. Igen, ez tiszta menyus. Igen, hát ő életfilozófiája. Tiszta véletlenül. Kereste az emberi létnek a lényegét. Igen. Abban az emberben legalább három lélek lakozott. Pap volt, aki nem akart pap lenni, ugyanakkor a hívei imádták, mások pedig elítélték, mert etéren is meghasonlott volt, perelt magában, létezik-e Isten. Ezért sokan pogánypapnak hívták. A másik énje a művész volt. A harmadik énje pedig a szertelen ember. Ez volt a menyus. A szertelenségében konvenciókat rombolt, társadalmi szokásokat negligált. Kiváló társalgó volt. Sokoldalú ember volt, a festés mellett, mert festő akart lenni világ életében, kiváló verseket írt, kiváló előadó művész volt, gyönyörű hangja volt, énekelt, többféle hangszereken játszott. A levele, két szegény legény számolni menne, de nincsen kenyere. Én Menyust Bodrog köz egyik utolsó polihisztorának tartottam. Óriási áttekintése volt történelemről, főleg a bodrog közi történelemről, óriási áttekintése volt az irodalomba. Sorozatosan készítettünk, szerveztünk Tiszai Nagymennyhértnek kiállításokat a halála után. Úgy gondolom, hogy ez a legutóbbi, a Zempléna-gárdi kiállítás egyfajta megérkezés is volt, és pedig egy olyan helyre, ahol ő született valamikor. Fúj, süvölt a Mátra szele, ingem gatyám lobog bele, kalapom
is elkaptam már. Tiszába vitte hatalmat.